csillag, szép hajnali csillag. Dallal nyitották meg hétfő délután az Almási kastély első időszaki kiállítását, melyen 1848-as és 1956-os szabadságharcosok portréit láthatja a közönség. A város, hölgyeim és uraim, mindig is nagy becsben tartotta a 48-as hagyományokat, de ugyanez igaz az 1956-os eseményekre is. A város, a kastély, az itt élő emberek ezer szállal kötődnek mindkét forradalomhoz, hangsúlyozta Görgényi Ernő polgármester, aki azt mondta, nagy jelentősége van annak, hogy milyen tematikájú a kastély első kiállítása. Az, hogy mit választunk, mit mutatunk meg magunkból, nagyban tükrözi identitásunkat, és ez nem csak egy személy, hanem egy szimbolikus tér esetében is ugyanígy igaz. Számomra ezért különös súllyal bírt a döntés, hogy a frissen nyíló Almási kastély látogatóközpont falai között mi lesz az első időszaki tárlat, hiszen ez a választás nagyban meghatározza az irányt, amerre indulunk. A Szabadságunkért harcoltak című kiállítás fotóit Kossuth születésének 100. évfordulóján 1902-ben Plón József, majd mintegy 100 évvel később Dömötör Mihály készítette. Ha megnézi a kiállítást látogató, a portré szereplő egykori szabadságharcosok, szabadsághősök szemeit, akkor azt mondja, hogy mint a testvérek lennének. Tehát az elszántság, az a büszkeség, dacos büszkeség, ami mindkettőjük esetében 40-50 év után ültek ők a képíró mester fotográfus masinája elé. Tükröződik ez bennük, hogy megélték, hogy túlérték, és megélték azt a pillanatot, amikor nem szégyenkezni kell amiatt, mert 48-asok, 56-asok voltak, hanem tettek valamit ezért az országért. A kiállításról szóló rövid kiadvány azt írja, 1848 és 1956 hősei, páros csillagok Magyarország egén.